Na, sziasztok, az én nevem Barni, és ebben a mai videóban szerintem... Mi? Ne! Nem tehetek róla! Ne! Na, így most jobb? Jó van, na, veszem már. A mai videóban nézzük is hát azokat a dolgokat, amik egy jó csatorna bemutató videóhoz kellenek, srácok. Pam-pam! Ez az alkalmaz, én már ki is szemeltem a szép kis áldozatomat. Szerintem akkor vágjunk is bele. Srácok, mi az az első életbe vágó dolog, ami minden egyes videónak az elején ott kell, hogy legyen, ha be akarsz mutatkozni? Ez az egy dolog nem maradhat el. Ennek kötelessége ott lenni a videónak a legelején. Nézzük is meg! Sziasztok! Robi kapitány vagyok, ez pedig itt a Kapitány a hídon. Nagyon fontos, srácok, hogy minden bemutatkozó videó elején legyen egy 5 másodperces szünet, hogy utána be tudjatok ugorni a képernyőbe, és mindenkinek meg tudjátok mutatni, hogy hogyan vakarjátok meg a jobb csuklótokat. Eljött az idő, hogy egy kicsit upgrade-eljem a bemutatkozós videót, mert változások lesznek a csatorna életében. Csatorna életében hány nézettséged van neked? Ennyi? Ja, értem. Nézzük csak tovább, mi van még itt? És mik a változások? Legfőképpen az, hogy elindult a Facebook oldala is a csatornának, aminek a linkjét a leírásban megtalálod. Nagyon fontos, hogy a Facebook linkünket mindenképpen rakjuk be ide le a leírásba. Lássuk, hogyan lehet elmondani a legjobban azt, hogy a mi csatornánk miről is szól, mit lesznek a mi csatornáink, illetve, hogy az ember, aki nézi a videónkat, mit is várhat tőlünk. Illetve ugyanúgy továbbra is lesznek klasszikus vlogolások, lesznek agymenések, egy-két humoros videó, és ennyi. Illetve ugyanúgy továbbra is lesznek klasszikus vlogolások, lesznek agymenések, állj! Miért ég az agymenés szó? Egy kis humoros videó, és... ennyi. Lássuk, hogyan is vigyük rá a nézőt szépen lassan arra, hogy a mi kis bemutatkozó videónk a végéhez közeledik. Nagyon fontos, hogy a fókuszgombot azt ne használjuk a kamerán. Minél homályosabb a vége fele, annál jobb. Ennyi. Ha itt vagyok, az csak egyet jelent. Nagyon fontos, srácok, a videó vége. Hogyan is fejezzük be a jó videónkat? Egy olyan szöveggel, amit senki nem ért rajtunk kívül. Kapitány a hídon! Hídon a hídon! Fent van a kapitány, érted? Érted? A végén még bögjük el magunkat, és egy hatalmas nagy effekttel mutassuk meg, hogy mi kik is vagyunk. Na, egy kis komolyságos, srácok, hogy miért is csináltam ezt a videót. Nem csak a YouTube-on, de a való életben is nagyon fontos az, hogy milyen az első bemutatkozásotok. Milyen az, amikor valaki először megismert titeket. Nagyon fontos, hogy ennek a bemutatkozásnak, legyen ez a YouTube-on vagy a való életben, tökéletesnek kell lennie. Mert az az ember, aki először lát titeket, az abban a pillanatban eldönti, hogy ti mehettek a kukába, vagy pedig, hogy de szimpatikus ez a gyerek. Illetve, srácok, ami nagyon fontos, tegnap elértem a 600 feliratkozót, és ez a 600 feliratkozó nélkületek nem ment volna. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a hatalmas nagy lojalitást, amit tőletek kapok, a sok pozitívumot, a sok építő kritikát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy még mindig tetszik, amit csinálok. Hogyha tetszik, akkor irány az 1000 feliratkozó. Remélem tetszett ez a videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek, és majd találkozunk. Sziasztok!